A több kórházban a biztonságos betegellátáshoz már szükség volt erre az új MR készülékre. Az új gép a várólisták csökkenéséhez is hozzájárulhat, amellett, hogy gyorsabb és hatékonyabb eredményt hozhat a daganatos betegségek gyógyításában. Ez utóbbit hangsúlyozták a radiológus és onkológus szakorvosok a készülék ünnepélyes átadásán. A daganatos megbetegedések száma évről évre növekszik. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében jellemzően 100 ezer lakosra évente 700 új megbetegedés jut. Amíg 2004-ben ebből a 700 betegből 400-an meghaltak rákban, addig 2014-ben ez a szám 289-re csökkent. Ez a jelentős előrelépés a daganatos betegségek diagnosztikájában és a rákkal küzdő betegek terápiájában alkalmazott eszközök fejlődésének is köszönhető. A daganatos megbetegedéseknél, amíg azt tudjuk elérni, hogy panaszmentes legyen a beteg, teljes életet éljen, ilyen, olyan, amolyan kezeléssel, ezt részben gyógyszeresen, részben sugárkezelésekkel, részben műtéttel lehet elérni. Tehát amikor azt mondtam, hogy ilyen jó eredményeink vannak, ezt nem az osztály érte el, ezt az egész megye. Például a sajtó is, hogy felvilágosítási munka, elmennek a betegek szűrésre, korai diagnosztika, és korrekt korai diagnosztika, jó sebészeti eljárások. Tehát mindez együtt hozza ezt az eredményt. Szinte valamennyi testtájat egyszerre tud megvizsgálni az MR gép, ezért alkalmazzák komplex tumorvizsgálatnál. A legpontosabb képalkotó diagnosztikai eljárásnak számít, amit a daganatok felfedezésénél, majd később a kezelt betegek ellenőrző vizsgálatainál is folyamatosan használnak. A kezeléshez, illetve a műtéti terv felállításához ugyancsak szükséges az MR vizsgálatban az, hogy a távoli metasztázisokat kimutassuk. Mint említettem, a sok áttét, így az agyi áttétek, csontáttétek, májáttétek az MR vizsgálata állapíthatók meg a legpontosabban. A kezelés során követni kell azt, hogy a daganat hogy reagál a kezelésre. Ezt szintén tudjuk az MR vizsgálattal végezni, és itt fontos az, hogy nincs sugárterhelése a betegeknek, mert az ismétlődő vizsgálatok során nincsen újabb terhelése. A 495 millió forintos új gépet uniós és hazai támogatásból szerezték be, és a radiológiai osztályra került.